Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdeném egy bemutatkozással. Nagy Gergelynek hívnak. 15-16 éves korom óta természetfotózom, és jelenleg az időmnek a 90%-át azt tölti ki, hogy pénzt keressek az utazásokra, és az utazásokon fotózzak. Ez a képsorozat is egy ilyen utazáson készült. A sziget neve Szokotra. Ez a sziget az arab félsziget és Afrika partjai között helyezkedik el. Sajnos a Google Earth-ön kívül nem nagyon van más térkép róla. És ez az egész kép, amit most látnak, ez jellemzi az egész mentalitását a helynek, mivel más térkép nem lelhető föl interneten sehol. Hívják még ezt a szigetet az Indiai óceánnak az ékszerének, nem csak azért, mert gyönyörű tengerpartjai vannak, és fantasztikus tájai, de a biológusok körében is nagyon nagy szó ez a Szokotra. A fajoknak 37%-a csak itt található meg. Ehhez párosítanám Galapagos-szigetnek a 47%-át és Hawaii-nak a 90%-át. Úgyhogy gyakorlatilag endemikus fajokból ez a harmadik leghíresebb így a Földünkön. Ide gyakorlatilag repülővel lehet csak eljutni. Régen lehetett hajóval is, de ez nagyon kiszámítható volt a tenger szeszélyessége miatt. És közben úgy szeretném elmesélni ezt a történetet, amit én itt átéltem. Két hónapig voltam a szigeten, és nagyon sok mindent megtapasztaltam az ottani életről és élővilágról, és az őket fenyegető veszélyekről. Úgyhogy egyfajta képes mesélést szeretnék most elmondani nektek, beleszőve néhány problémát és veszélyt, amit felvetül ezen a szigeten, a szigetnek a fennmaradásával kapcsolatban. Gyakorlatilag ilyen kis repülőgépeken lehet eljutni a szigetre. Itt kezdődik az első probléma, mert a szigeten a turizmus egyre nagyobb mértékben folyik, és előreláthatólag az Emirátus is meg akarja nyitni a légi utakat a szigetre, és ez természetesen beláthatatlan következményeket okozhat a szigetnek. Nagyon apró az egész, és mindenhova gyakorlatilag kocsival lehet eljutni, mert nem létezik más közlekedési eszköz tevén kívül. Amikor odaér az ember, mindenki kap, vagyis hogy bérelnie kell, kötelező bérelnie egy sofőrt, és ő vele tudja körüljárni a szigetet. Én úgy mentem körbe, hogy mindig vannak ilyen úgynevezett fotós helyek a területen, ahol tényleg érdemes több időt eltölteni, és ezeken töltöttem egy-egy hetet körülbelül. A sofőrökről általában tudni kell, hogy nem tud egyik se vezetni, így európai szemmel. Mindegyiknek automata váltós autója van, és gyakorlatilag sokszor halálfélelmem volt, amikor egyes szakadékok mellett elhaladtunk. Első megállónk lesz a Arher tengerpart. Ez útban a tengerpart felé. Ilyen kis faluk az egész szigetet behálózzák, mindenhol van élet, úgymond, emberi civilizáció. A helyi vallás az a muszlim, ezért minden, még a legkisebb kis faluban is megtalálhatóak a mecsetjeik. Itt látható egy helyi asszony, aki a kecskéket hajtja ki. Úgymond gyakorlatilag kétféle, most már háromféle dologból élnek meg a helyiek. Kecsketenyésztés, datolyapálma termesztés, és most már a turizmus is belépett ebbe a körbe. Gyakorlatilag a kecskék mindent lelegelnek. Itt látható egy palackfa. Ez a fa fajta rokonságban van a madagaszkári óriási nagy palackfákkal, de ez az alfaja kizárólag itt Szokotrán található. Az egész sziget hihetetlen
hangulatot áraszt. Próbáltam olyan képeket beletenni, ahol látszik a mértékarány is. Itt a távolban látható az Arher tengerpart, úgymond. Most érünk nem sokára oda. Ez két vagy több óriási nagy homokdűnéből áll, ami igazából korálpor, amit kimosott a tenger, kifújta a szél. Óriási homokdűnéket alkotnak. Láthatjuk ott lent, bal szélen, önöknek jobb szélen, a kis autót. Ez azért érzékelteti a méretarányokat is, amik itt láthatóak. Ők egy tipikus bennszülött faj, az egyiptomi keselyű. Gyakorlatilag a legsűrűbb populációja az egyiptomi keselyűknek itt lelhető fel. Ahol turisták vannak, ők is megjelennek, ők gyakorlatilag a szemetesek, a közterület fenntartók a szigeten. Itt látható, hogy gyakorlatilag azok a kis pontok ott a homokdombon, azok ott emberek. Hihetetlen mértékekkel rendelkezik az egész sziget és formákkal. Igazából ezért is mentem ide, mert amit én szeretek fotózni, azok főleg a természetnek a színei, formái, és ez a sziget, ez topzódik ezekből. Egyébként a turizmus miatt ez a homokdűne is veszélybe került, mert ahogy utat nyitottak a homokdom mellett, vagy homokhegy inkább, a kocsiknak a pora lerakódik a homokdűnének az oldalán. Ezért az eredetileg fehér homokdűne lassan barnássá válik. Ez az Arab-tenger. Délről az Indiai-óceán határolja, északról pedig az Arab-tenger. Turisták, gyakorlatilag nem létezik ötcsillagos szálloda Szokotrán, kizárólag ökokempingek vannak. Ez abból áll egyes helyeken, hogy kiraknak egy pár sátrat a turistáknak, ott elszállásolják őket, vacsorát adnak, és másnap haladnak a következő helyszínre, amilyen turista pont úgymond. Legtöbb helyen vannak ilyen kis kiépített kempingek is, amit a helyiek építettek ki, de szálloda gyakorlatilag csak a fővárosban, Hadibuban van. Tovább mentünk egy kisebb halászfaluhoz. A szigetnek a szélein élnek a halászok, a szigetnek a belsejében pedig a datolyapálma termesztők és a kecsketenyésztők. Gyakorlatilag az élelmiszerellátás az ennyiből áll a szigeten. Ami kérdéses, hogy mi lesz a jövőben, mert régen a turizmus megjelenése előtt időszakosan, amikor a tengeren nem lehetett halászni, akkor a helyiek fölmentek a kecsketenyésztőkhöz, és akkor ők vendégelték meg őket, mikor pedig szárazság volt, akkor ugye a tengeren lehetett halászni, és fordítva, akik megvendégelték a halászokat, azok mentek vendégségbe. És néha-néha volt egy ilyen nagyobb kihalás az emberek között, ami szabályozta gyakorlatilag a populációt. Ez most nincsen gyakorlatilag a turizmus miatt, úgyhogy hamarosan túl fog népesedni az egész sziget. Ez Home Hill. Ez gyakorlatilag egy fennsík, ami esős évszakban zölddel, de én a száraz időszakban voltam, úgyhogy annyira zöld képeket sajnos nem tudok mutatni. Kecskék, azok mindenhol lesznek. Ezeknél kártékonyabb élőlényt még életemben nem láttam. Mindent megetsznek, minden apró zöld növényt, levelet, maradékot, mindent felzabálnak. Ez az úgynevezett incense tree, ennek a gyantájából csinálják a mirhát. Ez a sziget a középkorban is egy nagyon fontos állomás volt. Innen hozták a tömjén, gyantát és egyéb ilyen illóolajokat. Ez az út vezet egy nagyon különleges helyre. Itt
nekem bal szélen látható a sárkányvérfa, Dracanea cinnabari. Ez gyakorlatilag csak itt lelhető fel Szokotrán. Nevét arról kapta, hogy ha megsebezzük a kérgét, akkor egyfajta vörös gyantát termel, amit a gladiátorok is szeretettel használtak, mert véralvadás gátló van benne. Kis vízzel föl lehet higítani, bekenjük a sebet, és a vérezés az meg is állik az anyomban. Na igen, ez egy természetes luxus medence gyakorlatilag. Ez az egyik leghíresebb pontja a szigetnek. Itt az esős évszakban folyik bele a víz, és teli van, de én sajnos csak így félig teli tudtam lefotózni. Újabb értesüléseim szerint egy földrengés miatt ereszt a medence, úgyhogy a hatóságok elrendelték, hogy dugaszolják be, mert egy nagyon fontos turista csalogató hely. Úgyhogy reméljük, még ez is fönn fog maradni jó pár évtizedig. Az ott a távolban pedig az Arab-tenger. Ez napkelte Szokotra legnagyobb hegysége mögött, Hadjar Mountains, Hadjar hegység. És ez egy éjszakai kép a kempingről. Gyakorlatilag a kemping az ennyiből áll, egy kis fém viskó, a helyiek mindig megvendégelnek teával, leterítenek pokrócot, hálózsák, és lehet is aludni. Itt volt az, hogy a kecskék gyakorlatilag kiették a élelmiszeremet a sátramból. Ez azért volt probléma, mert egy hétre kaptam mindig egy adag élelmiszeradagot, és ha nem volt mit ennem, akkor gyakorlatilag éheztem. De itt rendes volt a tulaj, úgyhogy kaptam tőle. Ami nagyon érdekes volt, ő a tulaj, hogy gyakorlatilag nincs náluk más ennivaló, mint tészta, rizs, hal és néha kecskehús, de az csak ünnepi alkalmakkor. Ők minden nap gyakorlatilag tésztát ettek cukorral. Meghintették jól cukorral, és azt kézzel ugye szépen befalatozták. Helyi srác. Itt az a következő kép, ez azért érdekes, mert a másik kisgyereknek a kezébe adtam a fényképezőgépet, és ő fotózta a másik gyerekről. Úgyhogy profi fotós kép szerintem, így első kattintásra. Na, ő hívott meg vacsorára először, nagyon barátságosak és vendégszeretőek. És itt van a háza is, aki látja. Beleraktam pár ilyen képet, hogy látszódjon, hogy milyen falvakban, házakban élnek, és mennyire egybe olvad a természettel és a környezettel. Ott van fönt önöknek a jobb oldalon. Ez egy családi ház, gyakorlatilag egy három generáció, két-három generáció él egy ilyen helyen. Ilyen a belseje. Egyszerűen le voltam nyűgözve attól az egyszerűségtől, ami ott található meg. Nincsen semmi bútor. Ha aludni akarnak, leterítik a pokrócot a földre. Ha enni akarnak, itt esznek a föld közepén, gyakorlatilag a padló közepén. Szőnyegek vannak mindenhol, amiket le tudnak porolni, hogyha leették, vagy bármi probléma lenne vele. Nagyon érdekes voltam ott, mint fehér ember, még mindig megbámulják a fehér embert, úgyhogy folyamatos nézőközönségem volt. Amit itt látnak lent, az egy tea, amit ők isznak mindenhol, igazából egész Jemenben így iszák. Fekete tea, kis kardamommal, és égtelen mennyiségű cukorral. Szóval nem tudom, hogyan nem kapnak cukormérgezést. Ott fönt azt a lyukat azért tömték be újságpapírral, mert ugye a nőket kizárólag csak csadorban lehet látni, és ugye mivel itt voltak a családjuk közelébe, ezért nem hordták a csadort, de én azért nem láthattam őket, ezért inkább betömték a lyukat, mint hogy láthassam az arcukat.
Ő az egyik helyi természetvédelmi őr. Alig néhányan tudnak angolul. Aki tud angolul, az is nehezen érteti meg magát. Igazából akik idegenvezetőnek szegődtek, azok már egész jól tudnak. Viszont a legkisebb kisgyerek is tudja angolul, hogy what's your name, and hogy where are you from. De a választ azt senki nem érti, de ezt mindenki megkérdezi, nagyon kedvesek. Itt volt az, hogy megkértem a helyieket, hogy találjanak nekem kaméleont, mert igazából akárhol kerestem, nem találtam. Két nap múlva szólnak, hogy megtalálták, és kérdezem, hol van, akkor hova rakták. Hát megkötöztem, és ott van a kertünkben. Hát, mint kiderült, a szoknyájáról letépett egy kis cérnafonalat, és a hátsó lábánál fogva oda kötözte a fához, és ott várt engem a kaméleon, amit megígértek. Szóval igazából a helyieknek mindenhol kicsit más fogalma van így az állatokról, máshogy viszonyulnak az állatokhoz, mint a európaiak a nagy természetvédelemmel. Kettőt is fogott. Hihetetlen volt, sose láttam még ilyet, hogy fölmászott a fekete ingemre, és egyből fekete lett. Igen, ez is a Hadjar Mountain napnyugtája. Felhőket nagyon ritkán láttam igazából. Ez meg az utolsó éjszakán még. A gekkók is betekintettek a táborba. Útban a következő helyszín Kolenszé felé, ami egy lagúna, egy fehér lagúna, amilyet csak reklámokban lehet gyakorlatilag látni. Ez útban az lagúna felé, ez egy sólepárló gyakorlatilag. Nagyon érdekes formációkat adott ki, úgyhogy muszáj volt lefotóznom. Ez is egy kemping. Ilyen kempingek vannak mindenhol. Ilyen, ez a top, ez a maximum, amit el lehet érni, úgymond egy utazónak. Azt mondják, hogy a hotelek azok még rosszabb állapotúak. De nekem ez teljesen jó volt. Ott látható lent a kemping, a narancssárga sátrakkal, és a lagúna. Az egész sziget gyakorlatilag bozótosból áll nagy része, de azoknak is a legnagyobb százalék az csak itt fordul elő, sehol máshol. Ez itt az úgynevezett uborkafa háttérben a hófehér lagúnával. A vízben nem nagyon engedtek minket, mert ráják voltak mindenhol, azt mondták. Úgyhogy nem is próbálkoztam vele, viszont a lagúnán túl lehetett fürdeni, meg elvittek minket hajózásra, egy ilyen túrára egy másik nagyon híres tengerparthoz. Ez egy ottani ráknak a otthona. Egy órát ültem mellette, de nem jött ki. Igazából mindenhol látni őket, mindenhol megtalálhatóak, de nagyon félénkek, és amint meghallják a lépéseket, egyből bebújnak a föld alá. Ha megy az ember így a tengerparton, mindenhol csak ilyen kis csúcsos tornyokat talál. Itt is fehér homokdűnék. Az egész lagúna ebből a hófehér homokból áll. Na és itt megyünk delfint nézni, és egy nagyon ritka madárfajt, a szokotrai kormoránt fotózni. Gyakorlatilag csak itt lehető fel ez a faj a kormoránoknak, és erősen veszélyeztetett faj. Egyetlen egy terület van a szigeten is, ahol megélnek gyakorlatilag. Ő a szomáliai seregély, ők élnek a kontinensen is, ennek egy alfaja pedig a szokotrai seregély, ez kizárólag a szárazföldnek a belső felénél. Igazából az összes állat hihetetlenül barátságos, leül az ember valahova és köré gyűlnek.
A szárazföldnek a belseje a bozótos minden formájában topzódik, gyakorlatilag nincs is más növény. Itt is családi házak. Igazából elképzelésem sincs, hogy honnan szállítják a vizet. Akik így a szárazföld belsejében élnek, ők azok, akik kecsketenyésztésből élnek. Kóstoltam a kecskének a tejét, hát szörnyű. Otthon ki lehet próbálni összeturmixolni egy kis száraz füvet, föllocsolni tejjel, és teljesen ugyanolyan lesz. Ez a Mómi fennsík, ez a következő állomás. Itt élnek a palackfák, de ezen a képen próbáltam megmutatni a kietlenségét az egész tájnak, de itt is van például egy kecskekarám ott, sréhen középen, jobb oldalt. Ez a bozót, amit itt látunk, jelentéktelennek tűnik, de igazából a helyi természetgyógyászatban egy nagyon fontos növény. Ilyen enyszerű anyagot termel, amit ha bekenjük a sebünket vele, akkor fertőtleníti és segíti a gyógyulását. Ez én vagyok a fennsíkon. Gyakorlatilag egy hétig ott hagytak egy helyen. A helyiek azok mindig megtaláltak. Többségében kecskék személyében. A helyi kecskepásztorok. Ők is jöttek mindig oda beszélgetni, habár azzal a kevés kétszavú arab tudásommal elég nehezen kommunikáltam velük. Nekik is az angol tudásuk gyakorlatilag ennyi volt, de csöndben elüldögéltünk egymás mellé. Itt is meghívtak egy családnak a falujába. Na igen, és ő a következő szomszédom. Ő gyakorlatilag tonha konzervvel etettem, és minden nap meglátogatott. Próbáltam nagy látószöggel képeket csinálni. Mindig oda csalogattam tonha konzervvel, aztán elüldöztem. Próbáltam repülős képeket csinálni, de igazából egy halszem objektívvel kellett volna. Itt van a palackfa. Gyakorlatilag most kezd virágozni abban az időszakban, direkt ezért mentem, amikor én ott voltam. Különböző méretű, formájú, mindegyik más, mindegyik egy egyéniség. A sivatag rózsájának is hívják. Hopp, bocsánat. Ah. Na, ők a helyiek, akik megvendégeltek. Következő állomás a Zahek. Ez egy 20 km-es, 40 km-es homoktenger, de fehér homoktenger. Egyik oldalon a kontinens, másik oldalon az Indiai óceánnal. Gyakorlatilag itt volt az, ahol kizárólag egyedül voltam itt. Emberek sem találtak meg senki. Egy hétig egyedül voltam homokdűnék között. Gyakorlatilag alig volt növényzet. A távolban az Indiai óceán. És itt a sátram. Itt volt az egyetlen hely, ahol úgy, ahogy szélcsend volt. Köszönöm, hogy a méreteket így érzékeltesse. Egy remete rák. Itt is megtaláltak a keselyük. Elég érdekes érzés volt, mikor délben, amikor nem lehet igazából semmit se fotózni, elkezdtek a fejem fölött körözni. Igazából lenyűgözött az egész sivatag. Olyan formák és színek vannak a homokból, ami hihetetlen.
Na igen, ez az utolsó nap, amit már várom az autót, hogy értem jöjjön. Itt a maradékot még próbálta kienni a konzervekből. Utolsó előtti helyszín, ez a Dixon Plateau. Itt élnek a sárkányvérfák. Ilyen terepjáróval lehet gyakorlatilag mindenhova menni. Hát itt most nehéz lesz megtalálni a házat, ahol laktam. A jobb oldalon, ha van valami házterűség, így látszik, akkor ott, és idáig elgyalogoltam ide a túloldalra, hogy földerítsem a terepet. Igazából a helyiek segítőkészek, de most, hogy a turizmus beindult, így mindent pénzért szeretnének. De volt egy ember, aki elvezetett fizetség nélkül is. De volt olyan is, hogy egy ember elvezetett a szakadék szélére, megmutatta, hogy látod, mennyire nem lehet itt vezető nélkül menni, aztán ott hagyott, mert nem fizettem. És ilyen ösvények vannak mindenhol. Ez még a láthatóbb ösvény. Igazából mindenhol lehet nagyon gyorsan haladni, hogyha megtaláljuk az ösvényeket. Ez pedig a Wadi Dihor. Itt lent, ez is egy híres turista hely. Itt található az oázis, a Wadi Dihor nevű oázis. Itt termesztik a datoja pálmát, és ez egy nagyon közkedvelt hely a helyiek között is. A gyerekek minden nap lejöttek fürdeni, a helyiek is ebédelni. Ez tényleg a paradicsom része a szigetnek. Ahol víz van, ott élet is van. Ez Firmhin, a sárkányvérfáknak a szentélye. Itt laknak, itt élnek a legsűrűbben. A sárkányvérfáknak azért ilyen a formája, mert a pára tartalomból, ugye mindig csak a hegységbe élnek, ezért a pára lecsapódik rajtuk, és összegyűjtik a folyadékot a gyökerüknél, és ez az esernyőszerű forma még a naptól is megvédi a gyökereket, és a maradék vízet gyorsabban föl tudják szívni. Több idejük van felszívni. Ez a kedvenc fám, így gyakorlatilag egy hetet töltöttem alatta. Minden élőlény körém gyűlt gyakorlatilag az egy hét alatt. Így néztem ki a kövön fekvés és a leégés után. Volt néhány itthonihoz hasonló fa is, de itt például még a veréb is szokott rai veréb, úgyhogy gyakorlatilag ez az alfa csak itt él. Szokotrai, sziklagyík, és a helyiek is itt is megtaláltak. A gyerekek mindig próbálnak eladni nekem mindent. Próbáltak eladni mindent. Sárkányvérfakérget, tömjént, amit csak találtak. És miután elegem lett belőle, itt látható, hogy megsebzük a sárkányvérfát, és egyfajta vörös vért termel, úgymond, ami tényleg kipróbáltam, véralvadásgátló. Szóval a gyerekeknek csináltam inkább papírrepülőt, úgyhogy van most egy falu, akinek kizárólag papírrepülői vannak. Igen, itt is keselyük mindenhol megtaláltak, különböző fajta, mindenfajta, fekete, fehér. Ez a kép dupla expozícióval készült. Egyet fotóztam nappal, és egyet meg éjszaka. Azért van ez a furcsa fényhatás. Ez meg 8 órás expozíció. Egész éjszaka nyitva volt a gépnek a zárja. Ezzel a képpel próbáltam érzékeltetni azt, hogy eljár az idő a sárkányvérfák fölött, mert gyakorlatilag
egyre inkább pusztulnak ki, ahogy a globális felmelegedésnek a hatásai növekednek, úgy egyre kevesebb párát tudnak, és pára kerül a levegőbe, és száradnak ki. Másik nagy pusztító dolog az még a kecske, mert nem nőnek, nem tudnak új sárkányvérfák nőni, se palackfák, mert a kecskék lelegelik az összes zöldet, ami létezik a szigeten, amit elérnek gyakorlatilag. Ez a főváros, Hadibu. Itt minden hétvégén visszatértem, hogy föltöltsem a készleteimet. Itt is kecskék mindenhol. Keselyű és kecske, ők tisztítják a város gyakorlatilag, nélkülük egy szemétdomb lenne az egész. De ez nem csak a szigetre, ez Jemennek nagy részére jellemző, hogy környezetvédelem olyan, mint nem létezik. A város körül fogja a Hadjer-hegység egyik oldalról, másik oldalról pedig ott a háttérben látszik az Arab-tenger. Igazából az egész arab kultúra az a férfiaknak a világa. Nők csadorban jelenhetnek meg kizárólag. Ez a fő utca. Ez az internet kávézó, volt egy internet kávézó. Akkor voltam pont ott, amikor a polgárháború elkezdődött. Az elején mindenkit hazaküldtek, németeket, japánokat, mindenkit. Ők meg itt egy helyi tüntetést szerveztek. Ez volt a tüntetés Szokotra szigetén gyakorlatilag. Ez a vásárrész, a zöldséges és a pék mellette. És ez egy ökokemping. Az ökokemping mögött van az egyetlen hely, ahol termesztenek sárkányvérfát. Mivel a kecskék és a klíma miatt nem tud már megélni, ezért kénytelenek mesterséges körülmények között termeszteni a palackfákat és a sárkányvérfákat. Nem tudják, hogy hány évesek, amik ott vannak az erdőben. Ezek a kis sárkányvérfák, és hihetetlenül lassan nőnek. Minimum 500 éves az összes, ami nagy és kifejlett állapotban található vadonban. Ez egy apró palackfa. Nagyon-nagyon sok emberrel ismerkedtem meg a helyszínen. Tudósok, botanikusok, biológusok, mindenki azért fáradozik, hogy ez a hely túléljen. De az az igazság, hogy ez nem egyedül álló példa ez a sziget, az egész világon ez folyik. Úgyhogy remélem mindenkit ösztönöztem arra, hogy elmenjen erre a szigetre, mert ez egy tényleg olyan hely, ahová az életbe egyszer el kell látogatni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.